Ez itt jelen pillanatban a Kékestető televízió kilátó tornyából a látvány. Itt lent valahol mindjárt megpróbáljuk. Azt hiszem, nem is tudom, hogy hol látszik. Ott látszik, az ott egy étterem. És akkor innen megyünk egy kört itt a kilátóba, hogy mit is lehet látni. Hát ez itt valami, nem tudom mi ez az épület itt szemben, de a tájkép az elég érdekes, mert jó messzire ellátni. Megyünk egy kört. Mindenfelé. Kis panoráma, itt majd szembe fog sütni a nap, de nem tudom, ez mennyire lesz zavaró. A család is, mind a kettő, közben, hogy hallottam is. De hogy még a tavat se találjuk. Senki nem tud semmit, hogy mi merre van. De itt vannak kiírva, de csak nem találjuk. Zancsa tudja. Nem tudja? Ott kéne neki lenni, de nem találjuk ott se a tavat, sem a templomot. Valahol arra van Mátra derecske akkor. Hozom a környéken. Ott lent a messzibe. A messzi-messzi galaxisba. Még megyünk egy kicsit tovább, mert még nem mentünk körbe teljesen. Hogy még a templomot se látni? Úgy hát. Körülbelül ennyi. Itt az étterem megint. Mondhatod, hát úgyis belehallatszik. Nem, azt gondoltam, hogy amit ott látunk, hogy akkor az nem a tévé, nem ez a torony, hanem a rádió, vagy tévének a tornya, az ott. Azt látjuk, de egy kérünk. Mit? Ez a tévétorony, itt a fejünk fölött, az a nagy antenna. Ami a tévét fogja. Igen. Itt fönt, itt fölfele még ott nagy messzeségben van egy ilyen nagy rúd. Jó messzire ellátni. Mutasd! Ezt? Nem. Megnézheted is. Betetted a 200-ast? Be. És meddig mutatja? Nem tudom. Azt tudom, mit látok. Nézik, hogy mit látnak, de nem tudják. És amit bele is mondod? Persze, hát azért beszélek, hogy hallani. Kb. Ennyi, azt hiszem, elég lesz.